számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Kelemen Balázs, veretlen profi ökölvívó, a WBO International bajnoka, aki szintén a kötelek közé lépett az Erdei Zsolt búcsú kecskeméti gáláján. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm, sportosat! Örültél annak, hogy te is, ha még ha csak egy 6 méteres mérkőzés erejéig, de ott lehetsz ezen a búcsú gálán? Mindenképpen ez egy mondjuk úgy megtiszteltetés is volt számomra, hisz az egyik legnagyobb magyar profi ökölvívónak a búcsú gáláján boxolhattam, és nagy figyelmet kapott ez a gála. Rengetegen kint voltak, ugye telt ház volt, úgyhogy nagyon jó érzés volt ennyi ember előtt boxolni. Azt mondják, hogy akár azt is mondhatta volna Erdély, hogy előttem az utódom. Ugye WBO-nál van egy bajnoki öved, ez az egyik rangos nemzetközi világszervezet, tehát ha ezt nézzük, ilyen alapon akár jogos is lehetne a megállapítás. Beszéltél Zsolttal, beszéltetek? A múltról, jelenről, jövőről? Van ketten beszéltünk pár szót általános dolgokról, ugye a bunyó nem került szóba, de tény és való, hogy a WBO-nál vagyok international bajnok, és jelen pillanatban úgy tudom, hogy a 8. helyen állok a WBO világranglistáján, ami azt jelenti, hogy nagyon közel állok egy világbajnoki címmérkőzéshez. Kecskeméti volt a 20. mérkőzésed, mind a 20-at megnyerted, 13-at idő előtt, így a hivatalos, hogy egy idő előtt, ez a igen, teljesen így, tiszta kép. Nagy ütő vagy akkor? A számok azt mutatják, vagy mégsem? Érdekes. Szerintem a nagyütés az genetika függő igazából, és én úgy érzem, hogy elég nagyütő vagyok. Nem felörlöm az ellenfelemet, hanem egy-egy jó nagy ütésem van, mondjuk, hogy egy beütött ütéseim, nem mondanám, hogy melyik, de ha ezekkel betalálok, akkor általában rövid tudom zárni a mérkőzést. Ezek a 6-os, 8-os kombinációk akkor nem mennek, nem szereted? Nekem nagyon nem. Végül is a profi box elem azért tetszik jobban az amatőrnél nekem. Akkor még amatőr voltam, 5-ször 2 percek és 4-ször 2 perces menetidők voltak, és ugye én általában az első meneteket elaludtam mindig, és nem tudok 4 és 5-ös kombinációkat így gyorsan lepörögni, inkább ilyen fajsúlyosabb ütéseim vannak. Kivárod, vársz, és mikor hibázik az ellenfél, akkor 2-3 meghúzott ütéssel befejezed, ugye, a ütés kombinációt? Hát próbálom ezt az irányító kontraboxot csinálni, ugye azért távol tartom az ellenfelemet, próbálom irányítani a mérkőzést és hibára késztetni, de hogyha nem hibázik, akkor persze legyenek találataim amúgy is. Ebben az évben 2 meccsed volt? Ebben az évben az első meccsed volt. Első meccsed volt, mi csak. Ez jó, ez így, hogy milyen sűrűn kell neked meccselni? Hát az éves 4-5 meccs, ez úgy érzem, hogy tökéletes. Az elég jó. Most lesz egy 2 hetes szünetem, egy pihenőm, hogy az első hetet töltöm, és utána nekiállunk újra, hát mégis, ha már tudunk egy fix mérkőzést, akkor a felkészülésnek, ha viszont még nem tudjuk a fix mérkőzést, akkor edzésbe állok, és napi egyedzéseket fogok végezni, amiben igazából állóképességet fejlesztünk, dinamikát és ütőerőt, és ezekből soha nem elég, ez egy profi bunyós mindig kell. Egyes hírportárok szerint igaz az, hogy már akár az év első felében létrejöhet egy WBO világbajnoki címmérkőzés? Név szerint ugye Arthur Ábrahámmal. Így van. Igaz a hír. A kecskeméti gála előtt egy héttel kin voltunk Magdeburgba, megnéztük ezt a Arthur Ábrahám Robert Stiglitz világbajnoki címmérkőzést. Ez volt úgy tudom a 3. mérkőzésük, amiből 2-t nyert így a Ábrahám, 1-et a Stiglitz. Megnéztük, elemeztük, igazából jó volt a pontozás eredmény, minden jó volt?
jogos volt a mérkőzés, igazából mint tartalék voltam kint, úgyhogy... Kinek a tartalékja? Stiglitz, úgy voltam a Stiglitz tartalék, hogyha az Arthur Abraham lesérült volna, akkor én beugró lettem volna a mérkőzésen, úgyhogy nekem súlyt kellett hoznom. Akkor te arra készültél végül is? Én ezt a 12 menetre készültem most, úgyhogy a 6 menet kicsit furcsa is volt. Hát nem úgy volt furcsa, ritmusa volt, más ritmusra készültem. Úgyhogy Kecskeméten kicsit fel kell gyorsítanom az eseményeket. Uh-huh. Igaz az, hogy te Stiglitz győzelmének jobban örültél volna? Igazából nem mondanám. Bajnok szeretnék lenni, fel kell készülnöm mindegyikükből, hát most már akkor az Abrahamból kell felkészülnöm. Ő a jobb is akkor valóban? Tehát jogos ez a kettő egy győzelem arány? Ez a mostani mérkőzés biztos, hogy jogos volt. Nagyon sokat ütött Stiglitz, végig támadta, de elfogyott a végére. Uh-huh. Akkor a tempót diktált, hogy én mondtam is a Józsi bácsinak, hogy ott állt mellettem, hogy szinte a heték mellett után ez egy probléma is lesz. Arthur lezárta magát, fajsősöbb ütéseket helyezett el sokkal. Uh-huh. Látszott minden nagyobb találatnál, hogy ez nem esett jól a Stiglitznek. Őszintén végigütötte, mindenkit így felhúztak, elindult, és akkor az első perc az utolsó ütött és rohant utána. Úgyhogy próbálta nyomással tartani végig az Abrahamot, de igazából ő jól bírta ezt a nyomást. Uh-huh. Mikor fog pont kerülni erre tárgyalásra, hogy most mikor is ki ellen fogsz boxolni? Hát az Abraham ellen fog boxolni a WBC-n. Ez már egyértelmű, ugye? Jó. Igen. Másik az időpont a kérdés. Az időpont az igen, pedig a menedzsment most kezdi el majd a tárgyalásokat. Erről a esetleges mérkőzésről, ugye hát most nekem volt még egy mérkőzésem a Kecskeméti, úgyhogy igen, nem rohantunk annyira előre. Ez a Kecskeméti 6 menet, ugye 6 menetre volt kiírva, aztán vége előtt egy perccel befejezted a mérkőzést. Ez így jól esett, legalább kiment belőled a feszültség, ugye hát végül is 12 metre készültél, igen, vagy hogy éled meg ezt? Jó volt, jól esett, nagyon, nagyon szuper volt az egész, ahogy mondtam, a közönség is, meg az egész közeg. Én is szeretném is megköszönni a sok győri, akik eljöttek, rengeteg győri eljött nekem szorítani, ami megint egy külön pluszot adott nekem, úgyhogy... Egy jó fiú ellen boxoltam, én ezt a szerb fiút egy nagyon jó ellenfélnek tartottam, mármint ellenfélválasztás szempontjából is, ugye alacsonyabb is volt nálam, egy rakkolós, mondhatni nagyütőnek is, ugyanis a 19 mérkőzéséből 12-t idő előtt megnyert, és végülis éreztem is az ütésén, hogy nem viccel, komolyan gondolja ezeket az ütéseket, meg akar ütni. Volt úgy, hogy egy kicsit megszédültél? Nem, hál' Istennek én nem volt, hogy átment volna uh-huh. az ütés, de éreztem azt, hogy beletesz apait, anyait ebbe a mérkőzésbe. Úgy tűnt, hogy gyorsan az elején befejezed a mérkőzést, aztán mégsem. Kijött a harmadik menetre. Igen. Mi volt a második menetben? A második menet végén elkaptam, és úgy éreztem, hogy be tudom fejezni a mérkőzést. Ugye itt a gong közbeszólt, és megmentette a szünet, hát a szünet megmentette a fiút, és mondta, hogy nem is fog kijönni, és kijött, én akkor így szembesültem, hogy ez nem egy ilyen feladós fiú, ez uh-huh. győzni akar, aki most meg kell fordítani ezt a mérkőzést, és tényleg végig jött, támadott, hajtott. És a hatodik menetre én úgy jöttem ki, hogy 10-12 menetre készültünk, és a 12 igazából, hogy még van bennem jó pár menet, úgy éreztem, hogy megpróbálom az utolsó menetet meghajtani, és a fizikai erőmet érvényesíteni rá, és sikerült is, hál' Istennek. Hogyha már nem lesz mérkőzésed Arthur Abraham előtt, végülis akkor ez egy jónak mondható felkészülési mérkőzés is volt ez a Kecskeméti neked? Igen, én úgy érzem, hogy ez egy jónak mondható felkészülési mérkőzés volt. Azt meg, hogy lesz-e mérkőzésem, ezt meg a menedzsment eldönti, meg végül is az időponttól függ, hogy igen, mikorra tehető. Ha később, akkor megint jön egy felazó mérkőzés. Igen. Csak egy újtős ütés álló ellenfél kellene, ugye, akivel tudsz egy jót meccselni. Így van, hála Istennek Őri Józsi bácsi edzőmnek köszönhetően rengeteget járunk Ausztriába, és szerintem most elkezdődik ez a napi egyedzés, hogy nem tudjuk a pontos időpontot, ki fog menni csak sparringon uh-huh. is ilyen 5-6 menetekre. Ott vannak nálam, és velem súlyú, és nálam kicsit nagyobb ügyes boxolók, akiket úgymond élet-halálharcot kell vívni. Tökéletes, mert komoly feladat elé készítik az embert, és
ezek kellenek az ilyen mérkőzésekhez, mert oké, hogy sokat fut az ember, meg erősít, meg fejleszt, de igazából mindig szerintem a fő témát kell legtöbbet erőltetni, gyakorolni. Úgyhogy ezek a jó erős sparringok mentálisan is erősítenek, és persze technikailag is. A meglévő WBO címedet nem kell megvédened? Ezt én nem tudom, megmondom őszintén, ezt Félixék tudják, de ha meg kell, akkor már csak fogjuk. Arra gondolok itt, hogyha nem jön össze most belátható időn belül a WBO világbajnoki címmérkőzés, akkor lehet, hogy arra kellene neked egy címvédő mérkőzést összehozni. Akkor minden bizonyan az a következő lépés, hogy megvédjem az övet, így van. De erről nem volt szó. Erről tehát most ez... nem volt szó, mert eléggé belátható időn belül a WB cím mérkőzés. Most ez ma így, most így akkor lőtávolon belül, ugye? Igen, igen, ezt fogjuk belőni. Készen vagy, mert egyébként egy WBO cím mérkőzésre? Hát ezt majd az adott időben meglátjuk. Jó, amikor ott voltál ring mellett, ugye Magdeburgban, az ember csak érzi, hogy én is ott lehetnék, én is odavaló vagyok. Különben ez megint egy érdekes észrevétel volt, hogy kint voltunk a Robert Stiglitz előző mérkőzésén is, az Isaac Ekpóval boxolt ezzel a, nem tudom, zániai, kenyai, mindegy, afrikai fiúval, és teljesen más élőben látni egy mérkőzést, mint felvételről. Igen, igen. Szóval felvételre sokkal erősebbnek tűnnek, gyorsabbnak, keményenek ezek a kilassítások. Amikor ott az ember élőben nézi a mérkőzést, ezek is teljesen más, más benyomást kelt. Na, de most ezzel kérdeztem, hogy benned milyen benyomást keltett most ez a címmérkőzés. Én úgy érzem, hogy tudnék boxolni, és úgy érzem, hogy győzelmességekkel fog kimenni egy ilyen mérkőzésre. Tehát megérettél arra, hogy te is ott egy világbajnoki címmérkőzésen kötelek közé lépjél. Igen, végülis a korban benn vagyok, meccs számom is megvan, hogy amatőrb is volt nagyon sok mérkőzésem, és igazából én úgy gondolom, hogy nekünk magyaroknak van egy ilyen úgymond rossz tulajdonságunk, hogy nem csak lebecsüljük magunkat, hanem túl misztifikáljuk az ellenfelünket, hogy az egy Isten, ez egy verhetetlen, pedig ő is ugyanilyen ember, ő is készül, lehet, hogy ő mondjuk más körülmények között, de ő is készül, és ő is sebezhető, ő is vérzik, neki is fáj. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Csalódás lenne, hogyha ebben az évben nem jön össze ez a világbajnoki címmérkőzés? Igazából az ember csak akkor csodik, hogyha valamit már biztosra vesz. Uh-huh. Én mindig úgy vagyok vele, hogy a jelenben élek, hogyha azt fogja mondani a Félix, hogy Balázs, boxolunk 3 hónap múlva, és mondjuk akkor nem jön össze, akkor biztos, hogy csalódott leszek egy kicsit, mivel hogy rengeteg időt és energiát fog erre fordítani, úgymond ráteszem az életemet ilyenkor erre a felkészülésre, de nem fog semmi változni, megy tovább az élet, és akkor várjuk a következő lehetőséget. És akkor mikor mész, akkor életet menteni? Hát remélem, hogy idén nem lesz olyan nagy árvíz, mint tavaly volt. Úgyhogy idén tavasz ez nyugisabb volt. Hát ugye tavaly volt ez a hatalmas árvíz. Hát árvíz? Hát árvíz, áradás inkább, áradásnak nevezzük. És Győr a vizek városa, és jött is a vízezerrel. És így nézegettem a Facebookon mindig a híradásokat, mindenki rakta ki, hogy itt van baj, ott van baj, és ilyen ötletem támad, hogy én kimegyek segíteni, és előtte volt a WBO International címmeccses, úgy sokan figyeltek rám, és elkezdtem szervezni egy ilyen kisebb, hát nem brigádot, hanem önkénteseket, hogy menjünk ki, segítsünk, rakodjunk, és igazából több napon keresztül kint voltunk, és mindig akkor mentünk ki, amikor a többiek már bejöttek, szóval éjszakai műszakra mentünk, akkor nem is edzettem, nem dolgoztam, soha megtehettem, és ezt a Vörös Kereszt egy ilyen kitüntetéssel honorálta, hogy önkéntesek voltunk, és ezt a városházán kaptam meg Győrbe egy-két hónappal ezelőtt. Nagyon jól esett. És akkor kaptál még valami kitüntetést is, ugye? Vagy elismerést? Igen, mi volt ez? Igen, az idei évben ez egy ilyen jó volt, és a tavalyi évnek az utózöngéi. Van Győrben ez a sportcsillagok alapítvány, ami megválaszza minden évben a megye sportolóit Győrbe, és a Kammerer Zoli mögött a második helyen végeztem egyénibe. Nekem ez egy hatalmas dolog, meg hát ez nem is egy hatalmas dolog, egy ilyen ikon mögött végezni. Kiket előztél meg? Például a sportlövő fiút előztem meg, és a neveket nem tudom, csak az első három Igen. helyezettet
hívják, úgyhogy igen, a többiek neve nem tudom, hogy kik voltak. Van, úgyhogy ezt nem akarom így. És akkor ugye profi bonyósoknál is volt valami elismerés. Igen, igen, ez pénteki nap történt a Városházán, és akkor másnap indultunk fel a sportbálba, ahol megkaptam az év profi ökölvívója, magyar profi ökölvívója címet, ami viszont megint nagy gyorsan tudunk, a szakma ismert el, és ez mind a tavalyi évre szólt, és ez egy ilyen plusz az idei évre, hogy ugyanazok az eredményeket próbáljuk meg idén is elérni, vagy még ezt überelni. Hát neked most már überelni kell. Most az, hogy ha összejön a címérkőzés, akkor neked ez már überelés lesz. Az biztos. Az már überelhetetlenül überelve lesz. Hát azt is lehet überelni, de nagyon-nagyon vágyom rá tényleg, hogy meg tudjam mutatni azt, hogy mennyi van bennem, és világban egy címet boxoljak. Mivel foglalkozol az edzés mellett? Hát jelen pillanatban nem dolgozom, vállalkozó voltam, két éve abbahagytam a vállalkozásomat, vendéglátással foglalkoztam amúgy, borzóim voltak, de nem tudom minek a hatással nem mennek már annyira, ez az iparág meghalt, mondjuk. És akkor most csak az edzés? Most csak az edzéssel foglalkozom, reggel edzek, délután edzek, és most ugye ilyenkor meg pihengetek. Igazából ennyi edzés, mert nem is igazán lenne időm dolgozni, hiszen nem csak... Vagy az edzés rovására menne. Vagy az edzés rovására menne, mert nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is elkészülök teljesen ezettől a nagy terhelésre, amiket kapok. Azért gondolom, kamerát kivitted magaddal Magdeburgba. Igen, felvételeket készítettünk. De most még nem elemzed. Még nem. Azt majd akkor elmezzük, hogyha már... Csak már tudni meg van, mikorra kell neked beélesíteni. Így van. De akkor is próbálunk olyan felvételeket előkeríteni, ahol hasonló magasságú, vagyis hát legalábbis magas ellenfélek küzd az Ábrahám, hogy... Mennyivel vagy magasabb tőle? Hát majdnem magasabb vagyok, mert 15-20 centivel. Akkor hosszabb a karoda. Igen. Lőtáv az neked jobb. Ez jobb? Előny? Mindenképpen előny. Hogyha már csak Klitschkóikat nézzük, végül is az nagy előnyük, hogy igen, más tudják őket ütni. Bár nekem nem olyan a bunyom, mint a Klitschkóiknak, hogy eltolok, meg fogok, meg ráfekszek. Igazából őszinte leszek, mondjuk egy Arthur Ábrahámhoz annyira közel se szeretnék kerülni, úgyhogy igazából ki kell, hogy boxoljam, mert... Akkor lábban rengeteget kell mozognod. Igen. Bár ő neki úgy néztem, hogy lábmunkája meg túl erős. Ami túl és lábmunkája van neki. Úgyhogy lábon sokat kell mozognom, tartani a távot, és igazából nem magamra húzni, mert az sem, hogyha magamra húzok valakit. Akkor meg lesz majd akkor a fegyver azért, ugye? Igen, már úgy rakosgatjuk össze a taktikát, hogy hogyan kellene. Persze az egy dolog, hogy összerakjuk, hogy hogyan kellene, meg készülünk is rá, meg hogy az ember ki is vitelezze, de nagyon remélem, hogy sikerülni fog kivitelezés. Úgyhogy ezek a németországi túrák azért is jók voltak, mert már nagyok ezek a magyarországi gálák is, már nagyon szuper rendezés, de ekkora gálán mondjuk, mint ez a Stieglitz Ábrahám, jó, mondjuk ez egy hatalmas gála volt, mert két német, két úgymond sztárbunyósok találkozott, mert egy ilyen mérlegelésen 50-60 fotós fényképezte az embert, és nem tudta, hogy hova nézzen, úgyhogy az elsőnél még furcsább volt, most már olyan nyugodtabban kezeltem. Ha belekerülni egy ilyen helyzetbe, nyomasztana téged? Azért voltak jók ezek a túrák, mert annyira már nem fog nyomasztani. Biztos, hogy az embert egy kicsit nyomaszta, de például most sokkal természetesebben tudtam már viselkedni, mint az első alkalommal. Erre fel lehet egyáltalán készülni? Egy magyar ökölvívónak, aki nincs ehhez hozzászokva, ehhez a környezethez. Hát hál' Istennek most ezek a Félixes gálák is jó nagyok már, egyre nagyobb érdeklődést kapunk, úgyhogy például a madárnak a madárgála mérlegelés is hasonló, szuper volt, tele volt az egész kecskeméti fürdő, úgyhogy ilyenek kell, hogy az ember ezt meg tudja szokni, mert ha az ember ilyennel nem találkozik, akkor nézd jobbra-balra, hogy hol vagyok, te úristen. És lehet, hogy emiatt fog kikapni a ringben. Így van. Hirtelen kicsinek, nagyon kicsinek fogja magát érezni, pedig már ugyanolyan ember ő is, meg ugyanolyan emberek vagyunk mi is. Csak néhány kis apróságokon múlik a siker, nem? Igen. Szoktam beszélgetni az erőlti edzőmmel is reggelente, a Tamással,
Domonkos Tamás, egy velem korabeli srácnak nevezhetnénk, mert annyi idős, mint én, testnevelési egyetemet végzett, és a Józsi bácsi mellett volt segédedző, és most reggelentől jobban ráér velem foglalkozni, és Tamás nagyon nagy gondolkodó, és sokat szoktuk az ilyen dolgokról beszélni, jelenbe lévő dolgok, amikor edzünk, sokszor mondom ez is, hogy én ezt vagy ezt meg fogom csinálni, mondta, hogy az jó, hogy te ezt meg fogod csinálni, de legyünk a jelenben, most azt csinálom, amit mondtam, ne lépjünk túl rajta, és meg sok ilyen mentális dolog van, amiben erősödök mellette, mert beszélgetünk rengeteget róluk. Akkor most te leszel a Felix Promotion, vagy pontosabban a Ferroboxnak az arca? Hát ezt meglátjuk. Hogy igen, tehát ugye Bedár Zsolti még ugye igen, ott van melletted. Az Attila is ugye újra kezdte a Kovács, ő is ugye győri. Igen. Egy városba élünk, edzettünk is együtt, bár most... Na most te válsz a legközelebb egy világbajnoki címérkőzés. Így van. És hát remélem, hogy én is tudok ezzel a lehetőséggel, és akkor utána mindenképpen én lennék. Úgy gondolom. Ez egy abszolváltó dolog, nem? Akkor igen. Végül is úgy, hogy... És akkor Kovács Attilát megelőzve, Viperát megelőzve. Attila... Jóba vagytok? Attila neki... Mert valamikor neki nagyon szép karrierje volt, nagyon fényes, csak aztán ugye ketté tört. Nagyon remélem, hogy Attila újra önmagára talál. Végül is a formája most látszott már a felépítésén, hogy rendesen edz. Tavaly kezdtünk el együtt edzeni, csak ő időközben most egy másik helyen edz, nem ott, ahol én most külön edzünk. És látványos volt a változás. Az önnek egy jó kesztyűpartner lenne egyébként? Erre a mérkőzésre mindenképpen, ugyanis az Attila alacsony, és nagyon erős, piszok erős az Attila. Úgyhogy minden ütésen adj neki, oda kell nagyon figyelni. Tehát ha készülsz a címérkőzésre, akkor egyik kesztyűpartnered, amiben lehetne? Így van, beszélni is fogok el az Attilával. Alacsony erőséget, igen. És Attila nagyon gyors. Ábrahám nem olyan gyors, mint Attila. Szóval Attila, nem baj, hogy gyorsabbat szakod. Az nem baj, ez így nagyon jó lenne. Igen, Attilával tudok készülni. Meg Attila egy kicsit hogy húzott engem mindig, mert ő nálam idősebb valamivel. És ő már nagyon jó bunyós volt akkor, amikor én még sehol nem voltam, és mindig néztem, fel akartam nőni hozzá, egy közegben mozogtunk, egy helyen edzettünk, és mindig az ember próbálja utolérni a jobbakat. Ezért kérdeztem, most hogy viseli, vagy hogy éli meg, hogy most előtte vagy? Hát mi most külön teremben vagyunk, de végülis ugye barátok vagyunk, úgyhogy nem igazából érződik ez, hogy valaki irigyelni a másikat. Inkább próbál ő is tenni, hogy újra visszakerül. Lehet belőle világbajnok? Én úgy gondolom, hogy eljuthat az illa újra a világbajnoki címérkőzésig. Csak tudom, mi van, te leszel az első a most újra épített Ferroboxba, ugye, Felix Promotionnél, akkor teher rajtad lesz. Igen, az biztos. Mert ugye az elsőnek siker, akkor már többinek új, mint akkor már könnyebb kapaszkodó leszel. Ja, Kelemen Balázsnak is sikerült, akkor nekem miért ne? Ilyen lelki kapaszkodó, és ha nem sikerül, akkor még nagyobb gát lehet akár Bedába, akár a Viperába, hogyha ott oda kerülnek, ja, azért mégsem olyan egyszerű, hiszen a Palásnak sem sikerült. Vagy úgy vannak, hogy majd mi megmutatjuk. Igen. Nem lehet tudni. De legjobb az, hogyha te egy jó kis kapaszkodó leszel nekik, hogy megnyered, és akkor azt fogják mondani, ja, te Balázsnak sikerült, akkor nekem miért ne sikerülhetne. Így van. Amúgy most, amit mondott, ez tényleg így van, amikor volt a tavaly május 18-ai gál, ugye ez volt az első nemzetközi címérkőzés, az újra indult hát is a Ferrobox évennek, és nagyon nyomott engem akkor a teher, mondta, és utána Robinak meg a Félixnek, hogy de jöttem ki a mérkőzésre, teljesen az arcom, és néztem magamat a felvételen, te úristen, ez nem is én vagyok, szóval nyomott a teher, nagyon akartam, és hál' Istennek nem nyomott össze, pozitívan jött ki belőlem ez a nyomás, hogy meg tudjam mutatni, és sikerült. Akkor most jó pihenést kívánok neked, lazuljál, és akkor reméljük hamarosan összejön akkor a WBO világbajnoki címérkőzésed. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is. További sportosat.
A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó autós partnere a Premium Autóház Kft. A Dino Sporthíradó motoros partnere az Asics Motorsport Ladies Team támogató.